A Lengyelországban becsapódott rakéták ügye kapcsán rendkívüli ülést tartott az Európai Parlament külügyi bizottsága. Gyöngyösi Mártont, a Jobbik elnökét, az Európai Parlament képviselőjét kapcsoljuk, hogy megkérdezzük, mi a becsapódott rakéták kapcsán az Európai Parlament véleménye. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Mi volt összességében a vélemény? Mennyire van, hát pánik van egyáltalán? Mert én azt olvasom, illetve egyre több elemző azt mondja, hogy nagyon jól vizsgázott a NATO-nak a válságkezelési rendszere, hogy mindenki higgadt maradt. Ezt tapasztalta ön is? Valóban példaértékű az, ahogy a NATO reagált, meg ahogy a lengyelek lereagálták ezt nagyon sajnálatos eseményt, ugye a két rakétának a becsapódását. Hiszen egy ilyen válságban talán az a legfontosabb, hogy mindenki megőrizze a higgadtságát, és hát mielőtt elhamarkodott nyilatkozatokat tesz, körültekintően kivizsgálja azt, hogy valójában mi is történt. Mire jutottak önök? Lehet már tudni, hogy mi történt pontosan? Mert találgatások vannak, de 100%-osan még, ha jól tudom, nem biztos semmi. Hát az Európai Parlamentnek a külügyi bizottságát is nagy septivel rántották össze, kifejezetten a lengyel európai parlamenti képviselőknek a kérésére, és a külügyi bizottság az ugye még 24 órán belül tudott összeülni, és hát ott még konkrétumokat nem tudtunk meg. Jelen volt Lengyelországnak az Európai Unió mellé akkreditált nagykövete, illetve a külügyi szolgálatnak számos szakértője, és ők hát megfogalmazták az ismert tényeket, amiket úgy amúgy is ismerünk, azokat elmondták, és a különböző opciókat fölvázolták. Most jelenleg annyival tudunk többet, hogy több mint valószínű, hogy egy ukrán légvédelmi rakéta csapódhatott be lengyel területre, de bárhogy is van, és bármi is csapódott be, akár orosz, akár ukrán oldalról érkezett a rakéta, egészen biztos, hogy az orosz agresszió a háborúnak a kiváltó oka, és az, aki a háborút eszkalálja, az elsődlegesen a felelős minden ilyen típusú tragédiáért, az agresszor pedig Oroszország, a háborút pedig Oroszország eszkalálta az elmúlt napokban azzal, hogy több száz rakétát lőtt ki ukrán városokra, civilekre, és ez váltotta ki alapvetően az ukrán ellenállást és a védelmi rakétáknak is a kilövése. Hónapok óta szerintem mindenki attól rettek, hogy ez egyszer csak átterjed, ez a háború, ami a szomszédban zajlik, sőt, akár egy harmadik világháborút is ugye emlegetnek, hogy odáig is elfajulhat ez a konfliktus. Amikor az első hír megjelent, akkor nyilván ez még úgy jelent meg, én úgy olvastam, hogy orosz rakéta csapódott be, és nyilvánvalóan mindenki elkezdett pánikolni, és kétségbe esni, hogy na hogyan tovább. Amikor van egy ilyen külügyi bizottsági ülés, akkor azon túl, hogy mondjuk értékelik az eseményeket, szó van arról is, ezekről a forgatókönyvekről, hogy mi van akkor, hogyha A, B, C, hogyan reagálunk politikailag, mit kommunikálunk, mi történik egy ilyen ülésen? Hát eddig nem jutottunk el, hogy a különböző opciókat felvázoljuk. Nyilván mindenki a békét tartja az egyik legfontosabbnak, és az, hogy a háborúnak a eszkalálását elkerülje, és ugye ezért tragikus ez az eseménysorozat, mert voltak arra mutató jelek, hogy a Ukrajna és Oroszország között, illetve a Nyugat és Oroszország között valamiféle hát ilyen tárgyalásos megállapodás irányába elinduljunk. Ugye a Zelenszky ukrán elnök is tett erre utalást, és úgy tudom, hogy az amerikaiak, az Európai Unió is keresi ennek a békés megoldásnak a lehetőségét, és hát az ilyen incidensek azok nem segítik ezt a folyamatot. Zelenszky elvileg a mai napig cáfolja azt, hogy ez az ő miattuk történt ez, hogy nem ezt mutatják a bizonyítékok. Hogyan látja egyébként egy ilyen konfliktus, amire tényleg felkapta most, vagy helyzet, incidens, nem tudom, hogy mi a jó szó erre, baleset, amire felkapta a világ a fejét. Ez azt jelentheti, hogy mondjuk Ukrajna, ha kiderül, hogy mondjuk ők hibáztak, Ukrajnától inkább elfordul valamilyen szinten a Nyugat, vagy azt jelentheti, hogy pont az ellenkezőjét, hogy végre elindulhat esetleg valamilyen béketárgyalás, mert hogy úgy tűnik azért az napok eseményeiből és reakcióiból, hogy sem Amerika, sem Oroszország nem szeretne nagyobb háborút.
Nyilván, tehát itt azért mégiscsak atomhatalmakról beszélünk, Oroszországban is azért ugye vannak olyan fegyverek, amelyek egy nyílt összetűzésben nem biztos, hogy jó lenne, ha bevetésre kerülnének, ezt mindenféleképpen jó lenne elkerülni. Nézze, ugye az ukránoknak a felelősségét, tehát még ha megállapítást is nyer az, hogy ezek Ukrajna területéről érkeztek, és az ukránok lőtték ki őket ilyen légvédelmi céllal, akkor is, ahogy azt a beszélgetésünk elején hangsúlyoztam, a végső felelősség az mindig az agresszoré, és azé, aki a konfliktust azt eszkalálja. Az elmúlt napokban Oroszország eszkalálta a konfliktust, ugye civileket lőtt, ami a Genfi egyezménnyel teljesen ellentétes, ezek háborús bűnök, amikor civileket, városokat lőnek katonai rakétákkal szisztematikusan. Az, hogy Ukrajna védekezik, ez egy teljesen természetes és egy normális állapot és egy teljesen normális helyzet. Minden esetre most mindenki megérezte azt, hogy egy eszkalálódó konfliktus az mit jelenthet, és mindenki egy kicsit megérezte azt, hogy milyen katasztrófa lenne, hogyha a háború az Ukrajnán túli területekre is kiterjedne. Akkor pánik azért nem volt, vagy nincsen? Pánik nem volt, természetesen ebben nagy mértékben közrejátszott az, hogy a Nyugat és ezen belül Lengyelország mennyire higgadtan és mennyire felnőtt módjára reagálta le az eseményeket. Hogyan látja egyébként, innentől kezdve elindulhatnak béketárgyalások? Hát ezt nehéz megmondani, hogy ez pontosan mikor következhet be, de én nagyon remélem azt, hogy itt a következő hetekben, hónapokban elindulhatunk ebbe az irányba. Még egyszer mondom, az elmúlt azért is tragikus ez a rakétáknak a becsapódása Lengyelországba, mert volt olyan érzésünk, és ez nem csak egy szubjektív érzés, hanem ez megállapítást nyert sok irányból, hogy mintha elindultak volna a finom puhatolózások egy békés rendezés irányába. Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP képviselője, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget, minden jót.